Csodálatos látvány, amikor ilyenkor a mandulafák virágoznak hazánkban, és hálásak lehetünk nagyon azért, hogy a mi hazánkban is megterem ez a szép mediterrán növény. Ilyenkor márciusban a Balaton északi partjának lejtőin, a budai hegyekben, Pécs környékén és még sok más helyen szemet gyönyörködtető, ahogyan rózsaszín vagy éppen fehér virágait hozza. A mandulában nagyon sok az E-vitamin, ami az immunrendszert rendkívüli módon meg tudja erősíteni. Egy marék mandula naponta gyakorlatilag az E-vitaminnak a jelentős részét megadja a számunkra. Éppen emiatt a jelentős E-vitamin tartalma miatt a szépségápolásban is használják. Fontos szerepe van a bőr és a hajápolásban. A mandulafát csodálatos virágzata és finom, értékes gyümölcse mellett amiatt is sokan kedveljük, mert fontos bibliai üzenetekre mutat rá. A hívők számára fontos bibliai szimbólum lett. Tudjuk, hogy a zord kemény tél után a mandulafa az, amelyik először virágozni kezd, és gyakorlatilag kihozza az embert abból a reménytelen állapotából, amit télen néha érez. Isten ügyéje szerint, aki nem születik meg újra, az nem képes meglátni Istennek a birodalmát. Jézus Krisztus szavai ma is aktuálisak és igazak. Tehát bármilyen zord, kemény időszak is van az életünkben, legyen reménységünk, hogy Isten segítségével jön a változás, jön a szabadulás, a virágzás, a gyümölcstermés. A mandulafa szimbóluma lett még az ébrenlétnek is, virasztásnak, éberségnek. És ez pontosan abból fakad, ez a szimbólum, ahogyan a mandulafa a virágba borul, ugyanis amikor a gazda kimegy a kertjébe és látja este a mandulafákat, hogy bimbóznak, és csodálatos módon reggelre pedig teljesen mindegyik kivirágzik. Tehát egy éjszaka alatt a mandulafa képes teljesen virágba borulni. Egy ismert bibliai történet is beszél erről, amikor Áron mandula veszélye egy éjszaka kivirágzott. Nagyon fontos, hogy amikor a sötétség félelem vesz körül minket, akkor bízzunk Istenben, hiszen ő az éjszakában is csodálatosan képes cselekedni. A nehéz időt is javunkra válhatnak, ha nem alszunk el, hanem éberen vigyázunk, imádkozunk. Isten igéje azt mondja egy helyen, hogy estére bánat száll be hozzánk, reggelre pedig öröm. Mások pedig azt olvashatjuk, hogy hirtelen szabadul meg a fogoly. Mint amilyen hirtelen pillanatok alatt a mandulafa is kivirágzik egy éjszaka alatt. Azt kívánjuk minden kedves követőnek, hogy tapasztalják meg ezt a csodálatos szabadítását Istennek, hogy az Úr őrizze meg önöket ennek a járványnak minden sötét erejétől, minden fájdalomtól, minden félelemtől. Ha pedig esetlegesen valamelyiket elérte, kívánjuk, hogy hirtelen, gyorsan szabaduljanak meg, gyógyuljanak meg. Önök is virágozzanak, zöldeljenek mindet a csodálatos mandulafa itt a hátam mögött.